give me a kiss to build a dream on. A Manhattan terv idején sokakat foglalkoztatott az a probléma, hogy egy atombomba felrobbanása esetén vajon milyen természeti károk keletkezhetnek. És ezek a károk mégis milyen mértékben lehetnek hatással ránk, mint emberekre. Számtalan tanulmány készült is a témában, mind-mind katasztrofális kimenetet jósolva. Az egyik ilyen tanulmány a témát egy egészen érdekes szempontból közelítette meg, ugyanis azt vizsgálta, hogy a robbanás által felszabadult energia vajon tényleg akkora széllöketet eredményeze, amely még a kísérlet megfigyelésére kialakított bunkerben tartózkodó személyzet frizurájára is hatással van. Az előzetes eredmények alapján nagyon úgy nézett ki, hogy bizony a széllöket veszélyes, még a férfiak által birtokolt rövidebb hajszerkezetre nézve is. Ezért a tanulmány írója a problémák megelőzéseképpen egy olyan kutatássorozatnak kezdett neki profi fodrászok segítségével, amely a haj természetes tartását célozta meg még a legzordabb körülmények között is. A kutatás hosszú időn át tartott, ami alatt a fodrászok maximálisan terhelve voltak. De szerencsés módon egy olyan technika kifejlesztését eredményezte, ami teljes védelmet képes nyújtani még egy atomtámadás esetén is. Figyelembe véve, hogy a fodrászok maximális terheltségen dolgoztak, ami napi szinten 3 ember esetén személyenként 12 különböző fej megmunkálását jelentette, mekkora annak az esélye, hogy egy nap alatt a fodrászatban megforduló emberek közül legalább 2 ugyanazon a napon ünnepelte a születésnapját. Nos, ahhoz, hogy ezt kiderítsük, először azt kell megtudnunk, hogy egy nap alatt összesen hány különböző ember fordult meg a kutatás helyszínén. Ez nem egy bonyolult dolog, hiszen tudjuk, hogy 3 fodrász dolgozott, és azt is, hogy fejenként 12 ember fordult meg a kezeik alatt. Azaz, ki is jön, hogy 3×12 egyenlő 36-tal, ami már jó is lenne akkor, ha csak a vendégeket számolnánk, de mivel mi az egy nap alatt megforduló összes embert nézzük, a fodrászokat is bele kell, hogy számoljuk, azaz a 36-hoz hozzá kell még adnunk 3-at, és ki is jön, hogy a fodrászokkal együtt egy nap összesen 39 különböző ember fordult meg a kutatás helyszínén, avagy a fodrászatban. Na, most ahhoz, hogy megtudjuk, mekkora az esélye annak, hogy ebből a 39 emberből legalább 2 egy napon ünnepli a születésnapját, először meg kell tudnunk, hogy mennyi az esélye annak, hogy senki nem ünnepli ugyanazon a születésnapját. És majd a kapott eredményt kivonva az egy egészből, ami ugye a 100%-ot jelenti, meg is kapjuk az eredetileg kívánt eredményünket. Tehát, a szökőéveket figyelmen kívül hagyva, egy év összesen 365 napból áll. Mivel a 39-ből az első kiválasztott személy a 365 napból 365 napon ünnepelheti a születésnapját, felülsírjuk, hogy 365 osztva 365-tel, persze tudjuk, hogy ez egy és egyszer szorozni nincs sok értelme, szóval a számításból ki is hagyhatnánk, de az átláthatóság kedvéért inkább most fennhagyjuk. Majd rátérve a második személyre, megnézzük, hogy a 365-ből hány olyan nap maradt, amikor a születésnapját ünnepelheti, anélkül, hogy az első személy születésnapjára essen az ő születésnapja, majd azt találjuk, hogy összesen 364 ilyen nap maradt. Tehát fel is írjuk, hogy 364 osztva 365-tel, és rátérünk a következő személyre, akinél, mint már tudjuk, összesen már csak 363 nap maradt, amin a születésnapját ünnepelheti, anélkül, hogy az előzőek születésnapjára esne az ő születésnapja. Majd ezt folytatva felírjuk a következőt, ami már csak 362 osztva 365-tel lesz, és elmegyünk egészen az utolsó, 39. személyig, akinél ez a szám már csak 327 osztva 365-tel lesz. Majd amikor megvan minden, az egészet összeszorozzuk, és ki is jön az eredmény, hogy ez mint egyenlő 0,12178-al, azaz annak az esélye, hogy senki nem ünnepli egy napon a születésnapját a fodrászatba egy nap alatt megforduló emberek közül, 12,178%. Persze az eredeti kérdésünk az volt, hogy mekkora annak az esélye, hogy legalább 2 egy napon ünneplik a születésnapjukat, amit meg úgy tudunk megtudni, hogy az előzőleg megkapott eredményünket kivonjuk az egyből, és ki is jön, hogy 0,87822, azaz 87,822% esélye van, hogy az egy nap alatt megforduló 39 ember közül legalább 2 egy napon ünnepli a születésnapját. Az emberek számát figyelembe véve érdekes eredmény ez, nem? Hiszen mindössze 39 emberről van szó, egy év pedig 365 napból áll, és mégis annak az esélye, hogy ez a 39 ember közül legalább 2 egy napon ünnepli a születésnapját, több mint 87%. Miért van ez?
Elvégre a 365-nek a 39 körülbelül csak tized része. Nos, igen, de itt nem arányokról van szó, hanem lehetséges kapcsolatokról. Ugyanis, ha megnézzük, hány párt lehet 39 emberből összerakni, már rögtön 741-nél tartunk.